Even when the sun is shining, only you can light my way. So I'm holding on to you now. So come. My home, now I feel at home alone. I can't afford my mobile phone. It's like I never existed. No, I don't know where to turn or go. I lost everything I ever owned. I spent 3 years trying to get known. Now I feel you won't even know I'm gone. Better carry on, cause I won't quit that easily, I know. Hard work pays off, let's go. Show what dedication can do. Even though I had to go through the death of my nan and my grandpa, my father too. I don't think I can handle what happened to wear that black suit again. When the sun is shining, only you can light my way. So I'm holding on to you now. So come and lead the way. Take me away. And you need the way. Now things have changed, my lifestyle's rearranged. I'm so built up with rage, people stare like I'm insane. I wanted hype around my name, sleepless nights to try and gain just that little bit more fame. I got criticism every day, never kick a man when he's down. They kick me but I'm getting up now, just wait till my feet are firmly on the ground. Then speak out loud, respect each other while you still can. You don't wanna fight with one another. Mi zavart? Mi a helyzet? Azt mondja, ez a vart boltba. Kezdődik a Szulajmán tévébe, hozni kéne egy kis chipset. Én nem akarsz kikérni jó meleg ágyadból? Fázik a segged a kocsiba, mi? Nincs fűtés, mi? Uh-huh. Jól indul a szezon. Na, de hát hogyha ez a probléma, akkor... Figyelj, egy kicsit aztán beszéljük át, hogy mi is a megoldás erre az egész lószarra. Én előtt azért kapcsolok egy kis fűtést. Jó, oh. Miatt te kurva? Szeretnél ilyet, mi? Hm? Na jó, nem csesztetlek. Na! Üdvözlök mindenkit ebben az újabb csodás részbe. Az utóbbi időben megint elég sokszor fölmerült a kérdés, hogy mi a faszomért nincs fűtés a kibaszott kocsimba. Na, hát nézzük akkor. Bazd meg! Na szóval, mint az biztos mindenki tudja, ennyit talán azért tudunk, hogy azért van fűtés a kocsiba, mert meleg a motor. Hurrá! Te! Attól, hogy meleg a motor, attól még nem biztos, hogy neked is meleged lesz, és te izzadni fog a picsád a kocsiba. Na már most! Kezdjük ott! Mutatok egy képet, hogy hogy is néz ki egy átlagos hűtő-fűtőrendszer az autóban. És ez alapján vegyük át, hogy miről is lenne egy nagy baszó. Na szóval, első lépésként biztos mindenki tudja, mi az a tágulási tartály. Na mindegy. Ez az a tartály, amit kb. Évente egyszer fogsz ellenőrizni, hogy van-e benne elég mennyiségű folyadék, és ezt is valószínűleg akkor fogod ellenőrizni, amikor már vagy forra vized, vagy kurvára nem melegszik az egész autó. Na, szóval, á kurva anyád a Lukas faszba. Na, szóval, tágulási tartály. Mint mindenki tudja, ide öntjük a hűtőfolyadékot. Ami, ugye, nem mindegy, hogy milyen hűtőfolyadékot. Hallottam már arról, aki baszok beleöntötte a szénsavas vizet. Hát jó, most azt mondom, hogy ha nagyon kim vagy a sivatag szélén és felfort a kocsit, akkor még úgy oké. Okay. Na, haladjunk már, gyertek már, bazd meg. Akkor még oké, okay. Normál esetben soha a büdös kurva életben nem öntünk ásványvizet. Mint a neve is mondja, ugye ásványi anyagokat tartalmaz. Ergo szétkúrja a hűtőrendszeredet. Csak desztillált vizet öntünk a kibaszott tágulási tartályba. Avagy szezonnak megfelelő hűtőfolyadékot, illetve fagyállót. Na már most! Amennyiben elmegy a fűtésed, vagyis nincs.
kezdetben kezdhetjük azzal a lépéssel, megnézzük, nem-e folyik el a víz valahol, lyukas a gumicső, STB. Nyilván egy normális mennyiségű fogyás lesz a tartályba. Ja, hát kinek mi a normális? 10 év alatt egy deci, vagy egy hét alatt 2 liter? Nem mindegy. Na, szóval az normális, idézőjelben normális. Tegyük föl, hogy a csöveid rendben vannak, és a vizet nem a kocsi alatt landolt. Jó, most nem szeretnék belemenni, hogy mi az, amikor megeszi a vizet, illetve kifüstöli hátul, és azért fogy a víz. Maradjunk annyiba, hogy rendben van a tágulási tartályban a vízszint. Hurrá! Mehetünk tovább. Na már most, mint a képen is láthatjátok, ugye a víz hova kerül gyakorlatilag. A hűtőben, nem ventilátor, mi az? Hát a vízhűtőben gyakorlatilag, ami a kocsi elején található. Na már most, nagyon sok oka lehet, hogy nem működik a fűtés. Itt a képen látjátok, nagyon sok alkatrészből áll ez az egész rendszer, jaj, tönkre ment cica az útszélén. Nagyon sok részből állhat ez a rendszer. Kezdjük a legelején. Van az úgynevezett vízpumpa. Amit ugye tudjuk, a motor felépítése szerint 2 részre osztjuk ezt a hűtőrendszert. Van az a rendszer, a kisebb úgymond, a víz alapesetben ugye a motor a kering, csak a motorblokkban. Az úgynevezett termosztát, ami azért az esetek nagy többségében előfordul, ez a meghibásodás oka, ez egy úgymond hőmérséklet változásra nyitó, illetve záró szerkezet. Most nem tudom máshogy megfogalmazni ezt nektek. Lényeg az, hogy ennek van egy bizonyos hőértéke, ami fölött, alatt, nyit, illetve zár. Na most a mai autókban, és hát legalábbis a Mustang esetében, illetve az Astra esetében tudtom, van ez az érték, ez ilyen 82 és 92 Celsius fok között van. Jaj, szitrázunk. Tehát, ha e fölé megy, kinyit, ha ez alá megy, bezár. Na már most, visszatérve. A motorba kering egy bizonyos mennyiségű víz, és bizonyos hőmérsékletű víz. Na már most, hogyha ez eléri az úgynevezett üzemi hőfokat, tehát gyakorlatilag a termosztátnak az a célja, hogy az autót minél hamarabb bemelegedjen. Nyilván senki nem szeret hideg autóval járni, illetve az nem is tesz jót az autónak, mivel teljesen meghűíti gyakorlatilag a kompjúter, mivel hidegnek érzékeli a motort, ami valójában hideg is, és ezáltal túldúsít, próbálja kompenzálni. Több lesz a fogyasztásod, szarul megy a kocsi, plusz nem lesz fűtésed, amit tegyük hozzá télen nem annyira fasz. A nyáron még úgy, ahogy megvagy, de nyáron se kéne hideg autóval. Hideg autót főleg nem kéne lepadlózni. Na, szóval, ez a termosztát, hogy fogalmazok, gyakorlatilag a két rendszert elválasztja. Amint a motorban a víz elérte az úgynevezett üzemi hőfokot, amit te a mutatódon is látsz, ez kinyit, ezáltal csökkentve egy kicsit a hőmérsékletet, mivel ugye tudjuk, hogy a hűtővíz gyakorlatilag mire szolgál a termelt hőt elvezetni. Na már most, jaj, itt 50-es tábla van. Na már most, amint a termosztátot kinyílik, a víz átkerül a hűtőbe, a vízhűtőbe, amiről már beszéltünk. Nem tudom, az elején említettem, mert az a baj, nem, 15 óra munka után már megint nem vagyok összeszedett. Az úgynevezett vízpumpa a felelős az egész vízrendszer keringetéséért, amit itt az ábrán láthattok is. Gyere, haver! Kapales vagy. Szóval gyakorlatilag ez a vízpumpa felelős az egész víz keringetéséért. Nyilván, ha a vízpumpád meghal, akkor kurva egy szarba vagy. Igen, és tegyük hozzá a legutóbb Mustárnál, hol eresztett a víz, hol folyt el a vizem, a vízcsövek hibátlanok voltak, hát a vízpumpa tömítésnél, hogy basznál meg a kurva anyját. Na, szóval, visszatérve. Gyere ki elém, persze, a kurva anyját, a gyere ki bazdmeg. Viccelre szöreg. Na, szóval. Ez az egyik oka. Tehát, ha a termosztátod úgymond meghal, ha nyitott állapotban marad, akkor nyilván soha büdös életben, vagy csak kurva hosszú táv megtétele után lesz valami némi hő a kocsiba. Amennyiben viszont zárva marad, az a szarabbik eset, mivel... Na, jöttek, nem jöttek? Mivel a motorod gyakorlatilag túlmelegedhet.
Mivel ugye nincs hova vezetni a plusz hőfokot, vagy a plusz hőmérsékletet. Azonnal folytatjuk. Helyzet van, srácok, helyzet van. Gyere már a rohadt nyádat. Na, szóval, folytassuk. Gyakorlatilag, ha ez mind rendben van, ja igen, és tegyük hozzá, hogy meghibásodás oka lehet az is, hogy el van dugulva a vízhűtőt. Ha nehogy Isten nyár közepén annyira fölmelegszik a vizet, hogy már a vízhűtő se tudja lehűteni, és még mindig megy föl a hőmérséklet, erre van ugye az a baszott nagy ventilátor a kocsi elejébe, ami még úgy rá tud segíteni, de ha már az se segít, akkor azt a tényleg kibaszott nagy gáz van. Na, folytatva. A termosztátot magát gyakorlatilag ugye a hűtőből kijövő vízcső végén a termosztát házba találjátok, mivel ez akkora nagy király ez a kibaszott termosztát, hogy neki saját háza van, bazd meg. Én meg itt gürizek, mint a picsa, és egy kibaszott albértet alig tudok kifizetni. Na mindegy. Szóval, termosztát házba található. Ha megyünk tovább ezen a rendszeren, tehát tegyük föl, ez is rendben van. Fűtés következő problémája lehet az esetleg, a motor meleg, a vízhőfok jó, a vízhőfok jeladód is jó, tegyük hozzá, a műszerfalon jó értéket látsz, volt majd, anyád picsáját elborult valami hátul. Na, volt már arra is példa, hogy beszart a hőfokjeladó, a vízhőfokjeladó, az óra se jól mutatott, meg a motor is behűlt, mert nem tudta, hogy ugyan hány fokon dolgozik szerencsétlen. Na már most, megyünk tovább ezen a rendszeren, mint az ábrán is láthatjátok. Van egy úgynevezett fűtőhűtőnk, vagy nem is tudom minek nevezzem. Ez gyakorlatilag egy ilyen mini hűtő, hát vagy a műszerfal alatt található, vagy a motortérben, hát motortérben mondjuk nem igazán, inkább a tűzfal mögé szokták rakni, és igen, azoknak, akik nem tudják, mi a fasz az a tűzfal, ez választ egy téged a kibaszott meleg motortól. És egy ütközés során, jobbik esetben még talán egy picit meg is véd. Bár mustárnál úgy megdöglenék, mint a szar, úgyhogy teljesen mindegy. Na, szóval, ez is el tud dugulni. Ha gyakorlatilag, ha benéztek a motortérbe, láthattok két csövet, ami ebbe a tűzfalba megy be. Ez a befele és kimenő, befele menő és kifele jövő ág, gyakorlatilag. Ugye ezt is szokták tesztelni, megfogják, meleg, hideg, ebből lehet tudni, hogy jó-e. Na most ugye ezt ki lehet pucolni, van a speckó oldószer vagy takarítószer, én még speciál nem próbáltam, de elmondások szerint gyakorlatilag annyi az egész, az egyik csövet lehúzod, slaggal vagy valami magas nyomású lófasszal átnyomatod mindkét irányba. Tehát egyszer az egyik csőre rakod rá, másszor a másik csőre rakod rá. És meglátod, hogy köpi ki a sok csúvát. Na már most. Ez elé gyakorlatilag van rakva egy smókus kerék. Én mókus keréknek hívom, de amúgy fűtőmotornak hívják. Ez gyakorlatilag, mint a neve is mondja, egy pörgő villanymotor, ami az előbb beszélt hűtő hőjét közvetíti be neked az utas térbe. És ezáltal lesz neked jó kibaszott meleg a kocsiba. Na már most. Most jönnek az ja igen, és van a fűtéscsap. Erről még nem is beszéltünk. Ez úgymond a hűtő és a vízcső között van gyakorlatilag, mint az ábrán is láthatjátok. Ez a csap arra szolgál, hogyha te tekergeted bent a kocsiban, a kis kapcsolódat, állítod, hogy milyen meregen szeretnéd, hogy a kis pofidra tolja a kis meleg levegőt, ezt a csapot annál jobban nyitja, zárja. Most már ezt is tudjátok. Érdemes volt fölkelni. Na, folytassuk a hibák okát. Legnépszerűbb hiba ok még továbbá az úgynevezett előtét ellenállás. Na már most, mivel tudni kell, hogy ez egy villanymotorról beszélünk, tehát feszültség van benne. Jó, most az autó magában ugye 12 volton üzemel, de ezek az ellenállások arra szolgáljanak, hogy ne terhel túl azt az elektromos rendszert, illetve ne süljön le semmi, és ne gyulladjon ki a faszba a kibaszott kocsit. Na már most, tapasztalhatjátok azt, hogy tekergetitek a kis kapcsolótokat, és néhány fokozatban nem megy. Leggyakrabban ugye 1-től
nem tudom, maxig. Tehát most például a mustárban 3 fokozatú kapcsoló van, az Astroban 4. Ez is lehet egy különböző, egy következő ok. Az előtét ellenállást általában a tűzfalnál találhatjátok a pollen szűrő alatt. Ha már itt tartunk, pollen szűrő. Ez nem a fűtéshez tartozik igazából lényegesen, ez inkább csak arra szolgál, hogy a sok dzsuba ne menjen be a kocsiba, ne fújj pofán magad a sok falevéllel, dzsubával, szarral, amit menet közben a ventilátortól esetleg felszipkáznak. Na, közben megértünk. Hú, már 13 percet pofázották körülbelül. Na szóval, ez a következő, az előtétellenállás, aminek a cseréje nem egy nagy dolog. Ha műszaki villamossági zseni vagy, akkor nyugodtan otthon megpróbáltad ezt megforrasztani. Hallottam már ilyet, hogy valaki egy génkapcsot széthajtott és azzal forrasztotta meg és működött. De, csak hogy megnyugodjon mindenki, a fűtésed nem veszik el teljesen, mivel a legfelső fokozatban, ami jelen esetben mondom változó, a legfelső fokozatban nincs ellenállás, tehát gyakorlatilag a legrosszabb esetben nyomatod maximum fűtést, az mindig lesz. De én nem szarakodnék vele, pár ezer forint egy előtét ellenállás, inkább vegyetek egy újat. Mi lehet még probléma? Igen. Meghalhat ugye ez a kis mókuskerék, amit mondtam nektek, ezáltal ugye nem fog semmilyen hő kerülni az utastérbe. Viszont, ha alapból arra gyanakodtok, hogy ez sem működik, meg kellene nézni a kapcsolót. Tehát lehet, hogy te tekergeted jobbra-balra a fűtés kapcsolót, viszont kurvára nem történik semmi. Ez esetben a kapcsoló is meghalhatott. Igen, és még egy dolog, ezt kurvára elfelejtettem a legelején mondani. Mielőtt akármit szétszedtek, kurva nagy szopásám kiszedni, tudom, mondjuk egy F-osztránál kordulana akárhol, tehát a fűtőmotor szerintem egy negyed óra alatt kiszedem a helyéről, még annyi se. De egy modernebb autónál lehet, hogy az egész műszerfalat le kell bontani, és azért ott hagysz több 1000 vagy 10.000 forintot a szerelőnél, hogy ezt megcsinálja neked. Úgyhogy mielőtt akármit csináltok, nézzétek meg a biztosítékot, az a tuti. Nagyon sokszor hallottam olyanról, hogy minden, tehát semmi nem működött gyakorlatilag, és kiderült, hogy tényleg egy pár forintos biztosíték ment ki. Kicserült a csávókám, aztán rendben volt. Tehát, és gyakorlatilag szerintem másról nem is akartam így beszélni, tehát kurva sok minden összefügg ezzel a fűtéssel, a fűtés hiányával. Úgyhogy még egyszer gyorsan akkor... Na, te mit néztem? Gyorsan vegyük át a dolgokat. Szóval, gyakorlatilag akkor, ami tönkre mehet. Szar a hűtőfolyadékod, vagy kevés? Eldugult a hűtőd, nem megy a ventilátorod, szar a termosztátod. Szóval, szar a termosztátod. Meghalt a mókuskerék, el van dugulva a fűtőhűtőd, gyakorlatilag. Kapcsolószar. Választhatok. De az esetek 90%-ában előtét ellenállás, illetve termosztát lesz. Termosztátot autónként változó nehézség cserélni, mustárba csak az égszíjat kell leszedni és hozzáférteni a termosztátházhoz, nyilván a modernebb, komolyabb autóknál szét kell bombázni az egész vezérlést hozzá, amit megmondok őszintén, kurva nem akarok a vezérléshez, nyugodt, az egy dolog, amit túl fosok. Úgyhogy, jaj de, rizs rakéta, jaj de mész. Jaj, de kemény hangod van. Na, szóval ez egy dolog, amihez én nem szeretnék nyúlni, és nem is akarok. Csak a nagyon muszáj. De mindent meg kell tanulni egyszer. Gyakorlatilag ennyi. Termosztát pár ezer forint, az előtételenes pár ezer forint. Nem érdemes vele szarakodni. Szerintem mindenki cserélje ki a picsába. Nyilván nem azt mondom, hogy ez egy olyan idézőjelben rendszeres karbantartást igénylő eszköz. Én mustárhoz szerintem két évente cserélem. Akkor se azért, mert szar, csak egyszerűen most nem ér annyit, hogy télen ne legyen fűtés. Jó, hát gyakorlatilag remélem, hogy minden elmondtam, amit szerettem volna, ezért próbálom így ábrákkal illusztrálni a dolgokat, mert mondom, hogy 15 óra munka után kurvára nincs eszem ezekhez a dolgokhoz, csak gondoltam, most van időm összerakni ezt a videót. Jó, képek alapján úgy is látjátok, hogy miről beszélek, ha valami kimaradt, akkor elnézést. Kérdés van, úgyis válaszolok rá, hogyha esetleg valakinek segítség kell. Facebookon páran már úgyis írogattak, hogy így nincs fűtés, úgy nincs fűtés.
megbeszéltük. A Opel klubban egyre gyakrabb már megint ez a kérdés. Úgyhogy azért gondoltam, hogy csinálok erről egy rövid videót, hogy a 20 percet tartalmazza. Na, ha tetszett a videó, akkor csatlakozzatok a csatornához, iratkozzatok föl, kövessetek Facebookon, Astro Mustár, és hát gyakorlatilag akkor találkozunk a következőben, addig is sziasztok!